Hello! Üdvözlök mindenkit a Gesztesi Szalomból. Itt töltöttem nagyon érdekes időszakot, közben a fejemet is megújították, hogy legalább 10-15 évvel fiatalabban nézek ki. Várok azok a jövőben, hogyha legközelebb jövök el a Gesztesi Szalomba, a hajamat is meg fogják sokasítani. Gyertek ide! Nagyszerű hely! Kezdődik a Happy Day, a Hitrádió napi hitéleti válogatása. Hallhatóvá tesszük a hallhatatlant. Happy Day! Oh, happy day! Az a happy day! Hitvallás, megvallás. Mondjuk ki közösen Isten igéjét most a Hitrádióba. Mondjátok velem együtt, hogy hiszem, hogy Isten szellem és olyan imádókat keres, akik szellemben és igazságban imádják őt. És én vettem Szent Szellemet, és fiúság szelleme lakik bennem, aki által Istent atyámnak hívom. És nem testi ember vagyok, hanem szellemi ember, mert a szellemem él az igazságért. És a mai napon is fölgerjesztem a bennem lévő kegyelmi ajándékokat, hogy Isten szellemének az uralma alá kerüljön. Az elmém, akaratom, érzelmem, fizikai testem, hogy a Szentlélek vezessen engemet erőről erőre, dicsőségről dicsőségre, hogy azon a boldog napon testvéreimmel együtt meg tudjak állni a Krisztus dicsősége előtt, aki úgy szeretett engemet is, hogy meghalt én érettem, hogy el ne veszek, hanem örök életem legyen. Halleluja! Amen! Olvasd velünk a Bibliát ma is! Következik a Szentírás egyszerű fordítása Diószegi Dávid tolmácsolásában. Királyok első könyve, 4. rész. Salamon király egész Izrael fölött uralkodott. A király fontosabb tisztségviselői a következők voltak. Azarjáhu, Cádok fia volt a főpap, Elihóref és Ahijá, Sisá fiai voltak a király titkárai, Jehóséfét, Ahilút fia pedig a krónikaíró. Benája, Jójádá fia vezette a hadsereget, Cádok és Ebjátár papok voltak, Azarjáhu, Nátán fia volt a helytartók vezetője, Zábút pap, Nátán fia volt a király bizalmas barátja és tanácsadója, Ahisár volt a királyi palota gondviselője, Adónirám, Abdá fia pedig a kényszermunkások felügyelője. Izrael területe 12 tartományra volt felosztva. Ezek élére Salamon egy-egy helytartót nevezett ki, akik a tartományuk terményeiből ellátták élelemmel a király egész udvartartását. Mindegyik tartomány évente egy hónapig gondoskodott a király és udvara ellátásáról. A 12 helytartó a következő volt. Ben-Hur volt Efraim dombvidékének a helytartója. Bendeker volt Mákac, Salbim, Bétsemes, Élón és Béthánán helytartója. Benhesed volt Arubbót, Szokó és Héfer helytartója. Ben-Abinádáb volt Dor dombvidékének helytartója. Ő vette feleségül Salamon egyik leányát, Táfatot. Baná, Ahilút fia volt a helytartó ezen a területen. Tanak, Megiddó, egész Bécseán, Cáretán és Jezréel mellett, azután Bécseántól egészen Ábél-Meholáig és Jokmoámig. Bengeber volt a helytartó a gileádi Rámódban, azután Jáírnak, Manasszé fiának gileádi sátorfalvaiban és a básáni Argob vidékén lévő 60 városban, amelyeket erős kőfalak vettek körül, és amelyeknek kapui bronzból készült zárakkal voltak megerősítve. Ahinádáb, Iddó fia Mahanaimban volt helytartó, Naftaliban pedig Ahimach, aki Salamon egyik leányát, Boszmatot vette feleségül. Baná, Húsaj fia Áserban és Álódban, Jehósáfát, Paruach fia Isakárban, Símei, Élá fia Benjaminban volt a helytartó. Geber, Úri fia volt a helytartó Gileádban, amely korábban Szihónnak, az Emória királyának és Ógnak, Básán királyának az országa volt. Geber volt ennek az egész tartománynak a helytartója. Júdának és Izraelnek Salamon idejében olyan rengeteg lakosa volt, mint a homokszemek a tengerparton.
mind boldogan éltek. Ettek, ittak, örvendeztek. Salamon királyi uralma kiterjedt az Eufrátesz folyótól nyugatra a filiszteusok földjéig és Egyiptom határáig minden királyságra. Ezeknek az országoknak a királyai rendszeresen adót fizettek Salamonnak, és egész életükben szolgálták őt. A királyi udvar ellátására minden nap a következőket szállították. 30 kór finom liszt, 60 kór kenyérliszt, 10 hízlalt szarvasmarha, 20 legelőn tartott szarvasmarha, 100 juh, ezen kívül szarvasok, gazellák, őzek és hízlalt szárnyasok. Salamon király uralkodott az Eufrátesz folyótól nyugatra. Tifszaktól Gázáig minden ország fölött, a szomszédos királyságokkal pedig békében élt. Júda és Izrael népe Salamon uralkodása idején Dántól Bersebáig biztonságban, nyugalomban és békességben élt, mindenki a saját birtokán, a saját szőlője és fügefája alatt. Salamonnak igen sok harci szekere volt. Ezeket és a hozzájuk tartozó lovakat 4000 istállóban tartották. A harci szekereken 12000 harcos teljesített szolgálatot. Minden hónapban a soron következő helytartók gondoskodott a királyi udvar és a király vendégeinek bőséges ellátásáról, nem is volt hiányuk semmiben. Ugyancsak a helytartók látták el takarmánnyal a lovas katonák és a harci szekerek lovait. Árpát és szalmát szállítottak rendszeresen szolgálatuk rendje szerint. Isten rendkívüli bölcsességet és értelmet adott Salamonnak, és elméjének befogadó képességét pedig szer fölött kiszélesítette. Ezért Salamon bölcsebb volt mind a keleti országok, mind Egyiptom összes bölcseinél. Minden embernél bölcsebb volt, még az ezráhi Etánnál is, még Máhol fiainál is, Hámánnál, Kalkolnál és Dardánál. Ezért hírneve minden nép között elterjedt. Salamon 3000 példabeszédet és 1005 éneket szerzett. Igen sok dologról szólt. Növényekről, a cédrusfáktól kezdve, amelyek a Libanon hegységében nőnek, az izsópig, amely a falak réseiből is kinő, meg mindenféle vadállatokról, madarakról, hüllőkről, rovarokról és halakról. El is jöttek az emberek minden nép közül, hogy Salamon bölcsességét hallják. Még a királyok közül is eljöttek, akikhez Salamon bölcsességének híre eljutott. 5. rész. Hírám, Tírus királya megtudta, hogy Salamont királyá tették, és hogy így apja, Dávid helyén most már Salamon uralkodik. Ezért elküldte a követeit Salamonhoz, mert hogy korábban is mindig jó barátságban volt Dávid királlyal. Salamon pedig ezt üzente Hírámnak. Hírám király, te tudod, hogy apám, Dávid király nem építhetett Istene az örökkévaló nevének házat, mert minden oldalról háborúkkal volt elfoglalva egészen addig, amíg az örökkévaló Dávid hatalma alá nem kényszerítette az ellenségeit. Most azonban Istenem az örökkévaló mindenfelől békességet és nyugalmat adott nekem és népemnek. Sem ellenség, sem veszély nem fenyeget bennünket. Ezért elhatároztam, hogy Istenem az örökkévaló nevének templomot építek. Mert ezt mondta az örökkévaló apámnak, Dávidnak. A fiad, akit utánad a trónodra ültetek, ő fog majd házat építeni nevemnek. Ezért hát, Hírám király, parancsold meg szolgáidnak, hogy vágjanak ki cédrusfákat számomra a Libanon hegységben. Szolgáim együtt fognak dolgozni a te szolgáiddal, és kívánságod szerint megfizetem munkájukat, hiszen tudod, hogy Izraelben nincsenek olyan gyakorlott favágók, mint a szidóniak között. Hírám nagyon megörült Salamon üzenetének, és ezt mondta. Áldott legyen ma az örökkévaló, aki Dávidnak ilyen bölcs fiút adott, hogy a nagy népen uralkodjon. Salamonnak pedig ezt üzente. Meghallgattam és teljesítem kérésed. Küldök neked cédrus és jegenyefenyő törzseket. Szolgáim majd kivágják a fákat, leviszik a fatörzseket a tengerhez, ahol tutajokat készítenek belőlük és elszállítják azokat a tengeren abba a kikötőbe, amelybe óhajtod. Ott majd szétszedik a tutajokat, te pedig szállítasd el a fatörzseket. Viszonzásul csak annyit kérek, hogy gondoskodj egész udvartartásom élelmezéséről. Így is történt. Hírám szállított Salamonnak annyi cédrus és jegenyefenyő gerendát, amennyire szüksége volt. Salamon viszont évről évre szállított 20000 kor búzát és 20000 bat tiszta oliva olajat Hírám udvartartásának az ellátására. Az örökkévaló tehát ígérete szerint bölcsességet adott Salamonnak.
Hírám és Salamon békességben éltek egymás szomszédságában, sőt, szövetséget is kötöttek. Salamon király kijelölt Izraelből 30 000 férfit, akiket arra rendelt, hogy Hírám király szolgáinak segítsenek a Libanon-hegységben. 3 csoportra osztotta őket, mindegyikbe 10 000 munkás tartozott. A csoportok felváltva dolgoztak egy-egy hónapig a Libanon hegyein, majd hazatértek, és 2 hónapig otthon tartózkodtak. Ezeknek a vezetője Adónirám volt. Rajtuk kívül 3300 munkavezető irányításával 70 000 munkás végezte a teherhordást, 80 000 pedig a kőbányákban fejtette a követ Júda hegyei között. A király parancsára a kőfaragók hatalmas méretű és nagyon értékes kőtömböket fejtettek és faragtak ki. Ezekből készült a templom alapja. Salamon építő munkásai, Hírám építő munkásai, meg a gebáli munkások együtt készítették elő ezeket a kőtömböket és fagerendákat az örökkévaló temploma számára. Következik Németh Sándor napi üzenete. Nos tehát, ugyanez van, látjuk a Bibliában, hogy a jegyesség most nem mennyegző van, hanem az egyház és Jézus Krisztus között jegyességi viszony áll fönn. 2 Korintus beliekhezét levél, 11. verszakok, tehát látjátok, eljegyzés, azt mondja Pál apostol, ő mint ugye kerítő, zelota szenvedélye, itt az eredetiben zelota szerepel, szenvedélyesen kell szolgálni az Urat, itt az evangélium hirdetésére vonatkozik, hogy a mennyei elhívást tolmácsoljuk, közvetítjük, azért, hogy az emberek elfogadják az emberek által kipostázott isteni elhívást. De Isten embereknek a száját használja, a evangéliumon hirdető embereknek, vagy a bizonyságtevő embereknek a száját használja, és hidd el, a te szádat is, és szívedet is tudja erre csodálatos munkára használni Isten. Amikor aztán felszedelőzködött és indult az órájára, én ott maradtam napozni. De már sokkal jobb hangulatban. Kicsivel később egy csapat fiú jelent meg. Bíztatóan vigyorogtak rám. Körém gyűltek, és sorra kezet fogtak velem. Hello, mondták, de olyan akcentussal, hogy hejlónak hallatszott. Végül egyikük elém állt, fölpillantott az égre, és eldarálta betanult szövegét. Kérjünk tégedet meghívni, az iskola osztályunkba kicsit angolul beszélni. Megpróbáltam komoly arcot vágni. Megköszöntem a meghívást, és elmentem velük az iskolájukba. Hangos könyv. Válogatás a karizmatikus klasszikus irodalom legjavából. Hangos könyv. Bruce E. Olson, Brucskó. 6. fejezet. Segítség az utolsó pillanatban. Természetesen a pap volt a tanáruk. Elbeszélgettem velük egy jó órát Amerikáról. Iskola után a fiúk körém gyűltek. Egyikük odahívta a bátyját is, egy egyetemistát, aki a karácsonyi szünetre utazott haza. Alacsony, izmos, sötétbőrű fiú volt, vad tekintetű, mégis szelíd viselkedésű. Rafaelnek hívták. Meghívott, hogy költözzem hozzájuk. Én meg elfogadtam az invitálást. Csak egy idő után vált világossá számomra, hogy egy felelősségteljes latin-amerikai családban elképzelhetetlen, hogy egy fiatalember, mint én, egyedül éljen. Arra is rájöttem, hogy ők hisznek abban, hogy ha jót tesznek másokkal, akkor az ő gyerekeikről is majd gondoskodni fog valaki, ha elkerülnek otthonról. De akkor nem igen törődtem az okokkal. Örültem, hogy valaki végre befogadott. Rafaelék háza a város legszegényebb negyedében volt. Egyetlen döngölt padlójú, sötét szobából állt az egész. Mindenütt sváb bogarak mászkáltak. De a legkevésbé sem zavartattam magam. A család többi tagjához hasonlóan én is függőágyban aludtam. Másnap Rafael kora hajnalban fölébresztett. Siess! Mondta.
Ma van a karácsonyi ünnepségek első napja. Mindenki az utcákra tódult. Föl-alá rohangáltunk, petárdákat durrantottunk, tülekedtünk, kiáltoztunk, élveztük a hűvös hajnali levegőt. Olyan volt, mint Minnesotában az alkotmányi ünnepség. 5 órakor mindenki megindult a templom felé. Menjünk a misére, mondta Rafael. Megráztam a fejem. Én nem megyek, protestáns vagyok. Nem baj, mondta és karon fogott. Gyerünk! Ránéztem. A barátom volt. Neki és a családjának ez nagyon nagy esemény. Úgy döntöttem, hogy elmegyek velük. De amikor a misszionáriusok meghallották, hogy misén voltam, végleg minden kapcsolatot megszakítottak velem. Bár már korábban megmondták, hogy kitagadtak a közösségből. Kárhoztató szavaik mégis rosszul estek. Akármit csinálok, semmi nem jó nekik, gondoltam. Ha csak el nem utazom innen. De ezt a szívességet nem teszem meg nekik. Legalábbis most még nem. Végre kezdtem megérteni, mire akar Isten rávezetni. Mi van akkor, ha misszionáriusok elutasítanak? Mi van akkor, ha azok az emberek, akikre a leginkább számítottam, nem úgy viselkednek, mint ahogy azt elvártam volna tőlük? Jézus nem utasított el. Ide vezetett Venezuelába. Az ő terve szerint jártam, és ő mindent a javamra tud fordítani. Karácsony után Rafaelnek el kellett utaznia valahova, majd vissza kellett mennie Caracasba az egyetemre. Nem akartam az ő távollétében is a családjánál maradni. Elhatároztam, hogy vele egy időben én is elmegyek. De hát hová mész? Kérdezték. Azt mondtam, én is Caracasba megyek, mert dr. Christiantől azt hallottam, hogy esetleg bekapcsolódhatom az amerikai-venezuelai kulturális csereprogramba. És hol fogsz lakni? Kérdezte Rafael. Nem hálhatsz az utcán? Egyre gyakoribbak a tüntetések, és mindinkább Amerika ellenes a hangulat. Megadta annak a magánpanziónak a címét, ahol ő is lakott, és ajánlólevelet is írt a tulajdonosnak. Ez a legjobb hely egész Caracasban. Olcsó, tiszta, és az óvárosban van. Minden ismerősöm ott lakik. Egy dolgot hallgattam csak erre fel elől, hogy fogalmam sincs arról, hogy jutok el Caracasba. Belül mégis bizonyságom volt, hogy valahogy sikerülni fog. Helyet foglaltattam a repülőgépre. A búcsú napján ott álltam az összekészített csomagjaimmal Rafaelék házában, és azon gondolkoztam, mit évő legyek. Már minden újdonsült ismerősömtől elbúcsúztam. Caracas mégis elérhetetlen volt egy olyan amerikai számára, akinek egy fillér sincs a zsebében. Ekkor állított be Rafael kistestvére, kezében egy nekem címzett borítékkal. Ez volt az első levél, amit Caracasból való elutazásom óta kaptam. Csak egy rövid üzenet volt Lanjéktól, de mellékelve ott volt egy $100 szóló csekk, a gyülekezet által ígért támogatás. Pont akkor érkezett, amikor a legnagyobb szükség volt rá. Egy nappal sem előbb, egy nappal sem később. A reptéren megvettem a jegyet, és beszálltam a caracasi gépbe, nem számítva arra, hogy már az első napon kis híján megölnek. Oh, happy day! Best of Hit Rádió. Válogatás spirituális műsorainkból. Best of Hit Rádió. És visszajöttünk a Fordulat című műsorral. A zenei blokk előtt azt mondtam, hogy a következő vendégem Rugási Gyula tanár úr, a Szent Pál Akadémia tanára, de több más minőségetben is bemutathattalak volna, hiszen a Zsidó Egyetemen is tanítasz. Így van. És a tanári pályafutásod során már sok magyarországi egyetemen tanítottál. Melyeken?
Pécs, Szeged és Debrecen, miután több bölcsészkar nincs vidéken, illetve akkor még nem volt, azon kívül Budapesten. Akkor el lehet mondani, hogy ahol bölcsességet tanítottak, ott te megfordultál. Nem egészen, mert a nem túl nagyívű pályafutásom a Színi Akadémián kezdődött, már pedig az nem bölcsészkar. Ott mit tanítottál, irodalmat? Világirodalmat. Világirodalmat. Igen. Oda hogy kerültél? Úgyhogy abban az időben, amikor én végeztem 79-ben, még ez a 2 éves doktori ösztöndíj divott, és éppen oda sikerült az embert bepasszírozni a volgott Hegedűs Géza bácsi tanszékre, a világirodalom tanszékre, nagyon nagy dolog volt, egyáltalán az embernek állása kerekedett, és ráadásul nem ilyen-olyan-amolyan, hanem a szakmába vágó. Hát a többit azt ne firtassuk. Minden esetre így kezdődött. Egyébként ennek örültél, hogy a színművészetire vettek föl téged? A színházművészet az vonzott, taszított, érdeklődő voltál ez iránt? Persze, hogy örültem. Hát most van 25 éves fiatal emberként az ember mindennek örült volna, ami van hasonló perspektívát nyit. Másfél viszont a színházat azt mindig is nagyon szerettem, és olyan egészen olyan szolnoki kaposvári színészklub, akik bezárólag benfentesként is. Na de ez a világ már eltűnt, elpárolgott. Most már nem tudsz olyan színművet ajánlani, vagy olyan rendezést, mert hát ugye ilyen színművek azok vannak, de a megközelítés, a koncepció, a rendezés az jelentősen változott. Csak a zene maradt. Csak a zene maradt. Csak a zene maradt, következésképpen az aktív színházba járáshoz. Hát szóval eltűnt, méghozzá rapid gyorsossággal, a szabad így fogalmazni. Ez abszolút érthető. De úgyis bemutathattalak volna, mint irodalomtörténészt, vagy kultúrtörténészt, vallásfilozófust. Melyikkel azonosulsz leginkább? Az utóbbival. Hála Istennek kiderült az elmúlt 25 évben, hogy csekéke tehetség az embernek leginkább ehhez van, a művészetekhez. Az ámulaton kívül nem sok. Nagyon sok könyvet jegyeztél, és összesen hány könyvet adtál ki? Összesen éppen 13-at, de reméljük, hogy lesz még, és akkor ez a baljós árny. Ókor megint, ráadásul korai kereszténység, zsidóság, antik filozófia történet, egy szóval olyat, amit a széles nagy közönség, mint a cukrot úgy fog venni. De remélem, hogy a teológián más helyzet, itt ez húsba vág. Finoman szólva is. Egyébként az egyik könyvednek, aminek a címe Efezoszi történet, a hátulján azt olvashatjuk, azt az eseményt írod le, amit az abcsában olvasunk az efezusi gyülekezetről, arról a híres könyvégetésről. Igen. Ugye a könyvégetésről az embereknek általában valami nagyon baljóslatú dolog jut eszébe, és talán a kulturális élet szereplői is, hát egy, nem tudom, hogy tudnak-e differenciálni. Én úgy gondolnám, hogy mindenki negatív előjellel közelíti meg a könyvégetést. Te a köreidben ezt hogy tudtad elfogadtatni, vagy el tudtad fogadtatni, hogy volt a történelem során egy olyan könyvégetés, aminek egyértelműen pozitív gyümölcsei voltak? Sok hasonlóra én sem emlékszem, és szerintem senki sem. Világos, hogy mindenkinek az jut eszébe, hogy a kristály éjszaka után, vagy a Hitler áj uralomra utása után, hogy kezdődtek a könyvégetések, de hát hála Istennek volt része ebben. Könyvbezúzás és könyvégetés kommunista felajánlásként ment nálunk is 53-ig vígan. De ilyen, hogy önkéntes könyvégetés, és az a bizonyos, hogy mondjam, gyűjtő szó, hogy okkult könyvek, ez mágiát jelent nagyjából és egészében. Hát ilyenre senki nem emlékszik, plusz gondosan az ember kiszámította, azt nem tudom, hogy pontosan és jól-e, hogy ez mekkora összeget jelentett. Hogy a templomadónak, vagy az évi beszolgáltatónak hány százalékát, akkor ez egészen döbbenetes. Tekintettel arra, hogy a könyvgyűjtés és a könyvbirtoklás teljesen másféle formában, mint ma, akkor is divatba volt, és x számú tekercset otthon tulajdonként bírni, az csinos gazdagságot is jelentett. Magyarán erről lemondani olyan, mintha valaki vinni az új autóját, és hát aztán nem tudom, mit lehet csinálni. Lökjük a Dunába, mondjuk. Önként és vígan. Szóval valahogy így kell képzelni a dolgot. Tehát mi is beszéltünk azokról az emberekről, akik, illetve hát most pont arról beszélünk, de a Biblia nem beszél azokról az emberekről, akik ezt az áldozatot meghozták. Nyilvánvalóan hatalmas nagy felszabadulást éltek át ezek után. Ez egy olyan hitbeli lépés lehetett. Körülbelül, mint amikor az emberek a mezejüket eladták, és aztán utána beszolgáltatták. Persze, és ahogy az előbb pedzegettük, ez cenzust is jelentett, tehát vagyoni hovatartozás, tehát az egyszerű pornép nem vitte el tekercseit elégettetni, mert igen, nem volt neki. Igen.
Tehát most képzeld el, azt nem akarom húzni vele az időt, hogy még az én nemzedékem esetén a könyv otthon pár ezer könyv, hogy legyen ez nem státuszszimbólum, hanem munkaeszköz. Hát nehezen tudom elképzelni, hogy ezeket talicskával hordom és égessék meg, stb. Így tessék elképzelni talán. Te neked egy specialitásod a patrisztika, tehát az ókori keresztény, korai keresztény íróknak a műveit is tanulmányozod. Ezt mindig is tanulmányoztad, mindig is érdekel téged, vagy a megtérés vitt közelebb téged ehhez a témához? Nem, minden, amit a Szent Pál Akadémián vagy a gyülekezetben, illetve ezzel párhuzamosan különböző tanszékeken az elmúlt negyed században szerencsés lehetek csinálni, tanítani, azt már korábban elkezdtem. Az egyetem után, tehát a 80-as évek elején, közepén. Hogy miért, azt nem tudom, így alakult a dolog, és ebben nem csak a patrisztika, tehát az ókereszténykor tartozik bele, hanem hát legalább másfél évtizedet töltöttem el a, hogy is mondjam, csak az antik világ a korai kereszténységre nézve a legnagyobb rivális szellemi építményével, a gnózissal, ami hát túl sok szellemi töltetet nem adott, viszont legalább az ember azt pontosan megtanulta, hogy miről van szó, és miről fúj a, vagy honnan fúj a szél egészen pontosan, és hát kezdte pedzegetni, mint egy öntudatlanul azt, ami hát ebben az egyházban, ebben a gyülekezetben kulcsfontosságú valami, hogy mi is az a szellemvilág, és mi az a szabadulás, és itt tovább, és itt tovább. Uh-huh. Mondom öntudatlanul, persze. Mondod öntudatlanul, de egyébként tehát a tudományos életnek azon alakjai, akik közé te is tartozol, amilyen szinten te ezt a mindennapokban is megéled, és ahogy oktatsz róla és tanítasz. Tehát azok közül, a személyek közül azért kevesen vannak azok, akik karizmatikus neoprotestáns gyülekezetekhez tartoznának. Ezt jól látom? Mert hogyha tévedek, akkor nem tudom. Abszolút, te jól látod, mert sajnos ez ennek a helyzet. Mi lehet az oka? Hát az igazat megvárva fogalmam sincs, tekintetel arra, hogy miként te is, vagy bármelyikünk, csak a saját fejemmel vagyok képes gondolkodni, vagy a saját szívemmel, saját lelkemmel, és az ember valamit megtanult, ez olyan, mint egy idegen nyelv, vagy az autóvezetés, persze jó példával jövök, vagy az úszni tudás, akkor utána most képzeld el, hogy milyen az, hogy nem tudok autót vezetni, nem tudok egy nyelven, vagy nem tudok úszni. Uh-huh. Következésképpen az a gyanúm, hogy néhány kézenfekvő példával a baráti, kollegiális körből, akár a keresztény, akár, uram, bocsánat, zsidó világból, szóval néhány kivételtől eltekintve, itt olyan falakkal kell szembesülni, amely, hát nem is tudom, olyan, mint amikor az Úszszövetség a terdéma kifejezést használja, már bocsánat, hogy ezzel jövök elő, ami valamiféle mély szellemi álom, amelyből jó dolog is kisülhet, meg rossz dolog is kisülhet. Világos, hogyha az örökkévalótól jön a mindenható Istentől, akkor általában jó dolog szokott kisülni, ha meg nem, akkor marad a homály, és a homályban tapogatózás. De hát ez, hogy is mondjam, csak túlságosan is teológiai jellegű, vagy igen, teológiai célzatú megközelítés lenne, és a világért sem szeretném itt osztani az észt, vagy a kollégák, hogy is mondjam, csak túlsakodását és istenkeresését megkérdőjelezni, ez tényleg távol legyen. De amennyiben a saját példámat hozhatom föl, és ez a legkézenfekvőbb és a legegyszerűbb, hát én is szorgalmasan kijegyzeteltem a 80-as években az Ószövetséget és az Újszövetséget, és végigolvasva, máig megvannak a szótárfüzetek. Bizonyítani tudom, mindennel foglalkoztam, csak magával, a Bibliával nem. Tehát antik filozófia történettel, glózissal, gnosztisztikával, ókori kelettel, csak magával, a Bibliával nem. És ez nem azért adót, hogy így gondolom, mert akkor az ember csúnyább volt és butább, mint ma, hanem erről a homályról a szabad ismét megemlékezni. Hogy is mondjam, csak Szodoma lakossága, akik be akartak törni Lót házába, őket Ivérimnek nevezi a héber szöveg, nem vakultak meg a szó fizikai értelmében, csak egyszerűen nem találták meg a bejáratot. Nos, hát valami ilyesmi. Tehát egyfajta szellemi tompasság és vakság ez,
amely nem függ az ember intellektuális teljesítőképességétől és morális státuszától, tehát valaki nagyon rendes ember és zseniálisan okos, ami perdönt a mi világunkban, talán ugyanúgy a matematikusoknál az ajándék, az a szellemi státusz. Ez tényleg ajándék. Ezt az ember vagy kapja, vagy nem. Pont. Az előbb említetted, hogy kijegyzeteltél bizonyos könyveket, de az Ószövetséget is kiszótároztad, és az Új Szövetséget is. Miközben magát a Bibliát nem ismerted, meg így fogalmaztál. Természetesen x-szer végigolvastam, és olvasgattam is, de rá kellett jönni, hogy 25 évvel ezelőtt, amikor az ember megtért utána hamar, hogy egy egészen más világ, és az, hogy megismerni és nem megismerni, ez, hogy is mondjam, csak szótári jelentését tekintve ugyan egy és ugyanazon kifejezés, mégis teljesen más-más világra referál, más világra, hogy is mondjam, csak nyit ablakot, vagy nem nyit ablakot. Ez a betű és a szellemnek a... Hát, ha akarod, akkor legyen betű és szellem, amennyiben elvonatkoztatunk attól, hogy a betű szükségképpen öl. Most az öldöklést hagyjuk, de a betű és a szellem példája az, azt hiszem, hogy mindenféleképpen megállja a helyét. Hát ebből, hogy mondjam, szóval az emberben fölmerül a kérdés, hogy akkor mit kezdjen magával az, aki még ennyire se nyitott az Istennek a jelenlétére. Tehát természetesen kegyelemből történik, és elhívásból történik az üdvösség. Nem lehetséges az, hogy benned a Biblia iránti azért egyfajta fogékonyság, hiszen az, hogy valaki az Ószövetséget és az Új Szövetséget végigszótároz az eredeti nyelven, mert ugye te folyékonyan olvasol, beszélsz héberül, görögül és latinul is. Hát a beszélést azt most hagyjuk, mert a nem eleven nyelvek esetében ez közömbös, tehát óhéberül nem szoktak beszélni, csak némely jesivág van, és inkább a cionizmus előtt. Ógörögül nem is lehet, pontosabban nem beszélni. Latinul elvileg lehet, de minek? Akkor maradjunk a folyékony olvasást. Ott vannak a neolatin nyelv. Hát ez a foglalkozáson, tehát illik, igen. Tehát, hogy így végigolvasod, azért ez nem jelentette az, hogy már akkor is volt benned egy szellemi éhség és szomjúság? A kollégáid közül ezt valami protokollból ők is megtették volna? Hát ez hozzátartozott a szakmai kvalitásotokhoz, hogy illik akkor az Ószövetséget, az Új Szövetséget eredeti nyelven elolvasni? Azért ez nem gondolná? Nem, mert eleve csak annak jutott eszébe, aki mondjuk antik filozófia történettel fog, majd bölcsészkarról beszélek, de gyors példával hadd éljek, adott esetben olyan kollégákra, vagy évfolyamtársakra, vagy kortársakra hadd utaljak, akik speciál mindegyik a magyar ortodoxiát erősíti, mert nem a zsidó, hanem a keresztény ortodoxiát. Többség egyébként amúgy zsidó. És ez világos jelzése annak, hogy itt nem csak, hogy mondjam, csak intellektuális megmérettetésről van szó, nem csak intellektuális jellegű istenkeresésről van szó, hanem ezeknek egy része, bocsánat, az ő egy részük, talán egy emberébb lesz, itt kötött ki. Na most innentől kezdve azt hiszem, hogy hát senkinek nincs joga megkérdőjelezni a metanoia, a megtérés döntését, csak azért, mert nem a pünkösdi karizmatikus világban horgonyzott le, és nekem sem áll ez szándékomban, de ilyen példákkal előrugaszkodhatom, és olyanokkal is, hogy valaki az identitását keresve megpróbál úgymond idézőjel hívő zsidónak lenni, ebben most nem másszunk bele, hogy voltak éppen mit jelent, méghozzá elég szép számmal. Tehát egyáltalán nem az a helyzet, hogy valamiféle ilyen, hogy is mondjam, csak a szellem vízhordói, szellem rabszolgái versus a virtuózok megkülönböztetését kell gyakorolni. Nem. Aki képtelen ezen a szinten vízhordó és rabszolga lenni, az bizonyosan nem jut el sehová. Tehát aki erőfitoktat, ha szabad így fogalmazni. És akiket nem ismersz, én igen, és akikre most név nélkül utaltam, azok ezen a szinten mind vízhordókké minősültek vissza. Nem tudom világosan, amit mondani akarok. Világos. Hogy vezetett az utad a gyülekezethez? Hallottál a hídgyülekezetéről, illetve a karizmatikus élményekről, amelyeket a gyülekezetben tapasztalnak az emberek, vagy mi hozott ide? Hát kicsit szokatlan és bizarr ez az út, mert
hogy úgy mondjam, az intellektuális világhoz és az eddig érintett területekhez úgy szólván semmi köze nincs. Magánéleti jellegű, a volt feleségem egyszer járt talán a 80-as évek derekán Budaörsön. Uh-huh. Ő is bölcsész, és ráadásul részben grécista is volt, és nagyon tetszett neki, amit ott látott. És adott is mindenféle prospektust, hogy ezt nézzem meg, és adott esetben menjünk el. Én, mint liberális polgár úgy gondoltam, hogy természetesen mindenkinek szuverén joga olyan hitet és vallást gyakorolni, illetve követni, amely, ha nem ütközik az emberiességgel és a törvénnyel, amilyet akar. Tehát nagyon örülök neki, hogy ilyen is van. Én a magam részéről is ezt az utolsó pillanatig hangoztattam, katolikusnak születtem, és önnek is hallok meg így ezzel a fennkölt. De hát aztán pár évvel később, egészen más körülmények között, amikor is a gyülekezet már jó ideje, azt hiszem a folyam, ez a 90-es évek leges legeleje, sőt annyira legeleje, hogy éppen hogy a 90-es évek, a Folyandár utcában működött, és... Akkor ment át a gyülekezet egyébként, igen, pont 90-ben. Igen, azt hiszem a Gancmávakból, igen, jól emlékszem. És ekkor már szó se volt semmiféle, hogy is mondjam, csak intellektuális világról, biblia, szótározgatásról, meg egyebek, hanem egyszerűen az embernek a teljes magánéleti csődje okán, magyarán körülbelül, ha plasztikus hasonlattal kéne élnek, azt mondanám, mint a gentry fiú az első háború után, akinek vagy a birtokai a trianoni határon túl rekedtek, vagy pedig már minden adóssága a feje fölé csapott, még egyszer ruletten mondjuk megtett, vagy a nullás, vagy egy számot. Gondolom, hogy ismered a rulett szabályait. A nyerési esély mondjuk a piros akárhányra, hát minimálisan kicsik. Gondolván, hogy még egyszer húzatom a cigánnyal, aztán legfőlebb ráérek hajnalban főbelülni magam, bőven van még arra idő, az nem fog elfutni. Tehát én is úgy gondoltam, hogy miután nevezett, tehát volt feleségem, hogy fél évvel korábban ugyancsak magánéleti mizébriák mókán megtért, akkor megkértem, hogy vigyen el engemet is egy szombat este. Hangsúlyozom, én kértem meg, és ez fontos. A Folyandár utcába, hát ha történik valami, sőt, mint az iménti hasonlat diktálja, én is megszabtam a magam piros akárhányosát, és azt a kritériumot, hogyha a mindenható, vagy Isten, vagy a Biblia Isten, nem is tudom, hogy hogy gondolkodott az ember, itt komolyan akar valamit, már bocsánat, hogy én mit akartam, azt nem tudom elmondani, akkor teljesüljön az a feltétel, hogy hangozzék el a 73. Zsoltár a prédikáció, vagy nem tudom, mi folyik ott. Ezt, hogy készültél az Isten tiszteletre, ezt megfogalmaztad? Nem, annyiban készültem, hogyha itt valami történhet egyáltalán, ami engem kiragad abból, hogy ki rángat abból a csődből és lamasztikával, amelyben éppen leledzettem, tehát a teljes csődből, akkor ennek legyen jele a 73. Zsoltár. Miért pont a 73. Zsoltár? Azért, mert akkor ez nekem már fontos volt, már akkor le is fordítottam, írtam is róla, tehát a megtérésem előtt. Mindegy, tehát magánügyek, uh-huh, folyt, magánügyből fakadóan ez fontos volt, és kész. Gondoltam, hogy ha mindenható, mi ez neki? Uh-huh. Persze ezt nem így, ahogy most mondom, hanem így belül ilyen emocionális vívódások és vibrálások közepette, és mint ez Isten az ember leült ott, akkor már nagyjából telt ház volt, és dicséret zajlott, az nagyon tetszett, hogy itt az emberek megragadják a kezedet, és üdvözölnek, meg olyan vidámok, és gondtalanok, ha tetszik, szemben velem, ugye, aki a világ fájdalmainak jelentős többségét hordozom magammal, stb. Hát ismerd az önsajnálatot, hogy az milyen, akárha akarva, akárha akaratlanul. És szép lassan az ember azt vette észre, hogy egy másik világba csöppent, ez elmúlta. Szóval elmúltak a kínok, a vegzálások, egyebek, és úgy kezd kívül kerülni időn és térn, és a dicséret végeztével a Hak Péter lépett a mikrofonhoz, mint akkor azt hiszem, hogy a valamilyen prédikáció zajlott, uh-huh, és természetesen a 73. Zsoltár
olvasta föl, vagy annak egy részletét, mert a Zsoltár ahhoz elég hosszú, hogy az egészet olvassa föl, majd elkezdett beszélni talán a frissen született lányáról, aki most stb. És innentől kezdve valóban az ember kívül rekedt mindenen, és azt vette észre, hogy hogy a jelentéktelen apró dolgok felmagasztosulnak, a nagy problémák pedig elpárolognak, hát nyilván így kell lennie, hogyha az örökkévalóság érintése minimális mértékben is elér bennünket, mert pedig mindenki tudja azt, és gondolom mindenki meg is erősít, hogy ha valami személyes dolog ebben az életben a hit mellett úgy egyáltalán, és személyes a Biblia Istene is, akkor a lehető legszemélyesebb az maga a megtérés, amikor is minden apró mozzanat arról tesz tanúságot, hogy ez egyedül neked szól, pontosan tudja valaki azt, hogy te miért vagy itt, mire vársz, mire sóvárogsz, mi a bajod, mi nem a baj, és így tovább, és így tovább, és így tovább. Következésképpen innentől kezdve már ment minden, mint a karikacsapás, bocsánat, a profán hasonlatért, és amikor a megtérésre való felszólítás zajlott, akkor az embert már nem kell cibálni és kapacitálni, hanem ment magától, mint a kis angyal. Annál is inkább, mert ez volt az elemi érdeke. Na most nyilván azok is megerősíthetnének, hogy akik erről nem beszélhetnek, mert nem áll módjuk van, de vannak az életnek krízis pillanatai, amikor egy másodperc töredéke alatt végigfut előtted minden, és a bólogatásodból ugye pontosan érthető és igen elhető az, hogy ez tényleg mindenkivel ugyanúgy történik, amikor úgy végigfut minden, és egyúttal át is sakkozza, át is rendezi valaki. Hát így kezdődött. Ennek az egész, nem is tudom, minek nevezem, hiszen történetnek nem nevezhetem, hiszen nem történet, hanem csak a pillanat, amelyik nem engedelmeskedik a szokványos idő és tér szabályainak. Az ég egy világon semmi köze nem volt immár ahhoz, hogy valaki, azaz történetesen én, aki most beszélek, az mivel foglalkozott, tehát foglalkozott-e Héberrel és Arámmal, foglalkozott-e filozófia, meg egy csomó mindennel, hiszen a nagyon távoli példával rukkolhatok elő, akkor talán egy negyedik század elejé, hát te pedzegetted egyházatjával, Tyrosz Eurus Eusebiosza, akinek az egyik művel Preparatio Evangelica címet viseli, előkészülete az evangéliumra, amikor az egész görög világot és az ókori kelet egy részét is speciálisan csak úgy tárgyalja, hogy ezek a Biblia Istene jóvoltából mind-mind azért történtek, hogy majdan éppen görög nyelven, éppen a birodalom keleti felében megszülethessék az, amit mi most kereszténységnek nevezünk. Következésképpen innentől kezdve evidens, hogy az ember egy magasabb, már jó értelemben vett magasabb akarat szócsöve vagy eszköze immár. Semmi több. De hát nem is kell ennél több, azt hiszem. A preparációra részve pedig, hát nyilván, hogy akkor ez volt a cél, mert akkor indult el a Szent Pál Akadémia szűkében még annak, amiben most bővében bővölkedik, ha szabad így fogalmazni. De hát éppen a Héberrel, görögel, latinnal, meg egyebekkel foglalkozóban. Így, ennyi. Na most, ha... Hát ez volt az az Isten tisztelet, ami tulajdonképpen egy azonnali fordulatot jelentett az életedben, és igen, onnan már úgy mentél el, hogy te tudtad, hogy a mindenhatóval találkoztál, mert ez nem történt. Hát olyannyira tudtam, hogy még az is megadatott, hogy hát az ilyen, így hívja a középkorú latin, hogy vízió, de nevezhetem igen, más nyelven is, hogy az ember így kilépett a... Szóval amikor a képből kilép valaki, és elindul felé, tehát ez egy roppant személyes élmény, és nyilván ilyenekkel is dicsekedhet más is, hogy amit én annak tartottam, vagy annak véltem, illetve hát a figuratív ábrázolások adottak az elmúlt évszázadokból, maga a messiás is megjelent következésképpen. Tehát ahogy ott ültél az Isten tiszteleten, volt egy látomás? Igen, igen.
a mocskos drapériáról lelépve, emlékszel a Folyódár utcára? Volt hátul egy ilyen háttér zöld függöny. Az a koszos, hatalmas zöld függöny onnan. Ez a prédikáció alatt történt, hogy a 73-as Zsoltán felolvasása? Hát erre nem annál is inkább nem, mert akkor ember nem volt magánál. Ugye ez a folyamatában mondtad el, és olyan magától értetődő módon és természetességgel is, hogy hát természetesen a 73. Zsoltárt, de nyilván akkor ez egy döbbenet volt, amikor föláll oda egy prédikátor, és bejelenti, hogy 73-as. Amikor azt mondta, hogy 73-as Zsoltárt olvasom föl, akkor az volt az a döbbenet, amiről beszéltél? Hát igen, és meg nem is. Tehát persze egy döbbenet, mert... Hát másrészt pedig az ember lelke mélyen, vagy nem tudom hol, a szíve mélyén számított rá. Uh-huh. Magyarán szólva a Pascali, voltak éppen Ágostonnál meglévő paradoxon, hogy nem kerestél volna engem, a rég meg nem találtál volna, közismert paradoxon teljesült inkább. Uh-huh. De hát nyilvánvalóan döbbenet is, legalább annyira, mint amennyire, világos, hogy ennek kellett történnie, de mondom, is inkább. Ennek a műsornak az a címe, hogy fordulat és fordulatos történeteket tartalmaz, de Rugási Gyula tanár úr, sok mindenről lehetne beszélni a vallástörténeten keresztül, Rejtőjen ön át egészen a futballig. Az már megtörtént. Most a megtérésedet ismerhették meg a Hit Rádió hallgatói. Nagyon köszönöm, hogy a vendégünk voltál, hogy inspirálni. Én köszönöm a lehetőséget egyáltalán, ez a legnagyobb megtiszteltetés. Ez volt a Happy Day, a Hit Rádió napi hitéleti válogatása.